Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Kilián Máté vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Megszűnt a látogatási tilalom, továbbra is szigorú szabályokat kell betartani a kórházakban. Üres fészket talált a Nemzeti Park szakértője, a kormányhivatal határozatára várnak a szekszárdi önkormányzatnál. Szigorú szabályok léptek életbe Szekszárdon, több hajléktalant elvittek a hatóságok. Itt a nyár, több strand megnyílt a hétvégén Tolna megyében. Június 15-től valamennyi egészségügyi ellátás korlátozás nélkül elvégezhető a járványellenes készültség fenntartása mellett, jelentette be Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere. Ezzel párhuzamosan megszűnt a kórházakban, így a Tolna megyei Balassa János kórházban is a látogatási tilalom. Németh Csaba főigazgató azt mondta, továbbra is első számú szempont a betegek és a gyógyítók védelme. Továbbra is csak meghatározott szabályok mentén, de feloldották a látogatási tilalmat a kórházakban. A jelenlegi helyzet az egészségügy újraindítási folyamatának következő lépcsője. A fő feladat továbbra is a betegek és a kórházi dolgozók védelme, éppen ezért csak meghatározott körülmények között lehet a továbbiakban is belépni a kórház területére, mondta Németh Csaba főigazgató. Be lehet jönni látogatni betegekhez, megfelelő feltételekkel és megfelelő körülmények közt. Az egyik fontos dolog az, hogy a COVID ellátásra kijelölt részlegeken, ez mi nálunk a fertőző osztály, nem vonatkozik a látogatási tilalom feloldása, tehát ezen az egy osztályunkon továbbra sem lehet látogatni. Belépni továbbra is csak az Ybl Miklós utcai bejáraton és a rendelőintézeten keresztül lehet, de gyalogosan igénybe vehető a kórház főportája is. A látogatási idő is szigorúbb, délután 4 és este 7 között találkozhatnak a hozzátartozók a betegekkel, valamint hétvégenként délelőtt 10 és dél között. Most így, hogy lehet látogatni, a látogatási időben érkező látogatók fölvihetik az osztályra a bentfekvő hozzátartozóknak a csomagot, illetve elvihetik azt, amire itt aktuálisan már nincsen szükség. Adott esetben, hogyha akutan kerül valaki kórházi fölvételre, akkor erről a fölvétel tényről az osztály értesíti a főportát, és akkor egyszeri alkalommal rendkívüli esetben is be lehet hozni a csomagokat. A látogatáskor továbbra is kötelező a vírusteszt elvégzése és a szájmaszk használata. A kórház vezetése arra kéri a látogatókat, amennyiben csak lehet, az intézmény udvarán találkozzanak, és a látogatási időben is tartson mindenki önmérsékletet. Egyetlen elhagyott madárfészket talált a Dunadráva Nemzeti Park szakértő munkatársa Szekszárdon a Szabó Dezső utcai orvosi rendelő tervezett helyszínén, így várhatóan hamarosan elindulhat az építkezés, ami már hónapok óta zajlana, a lakossági tiltakozás miatt viszont a polgármester leállította azt. Az épület szomszédságában lakók az éjjel Szekszárd frakció politikusainak segítségével azzal akadályozták a munkát, hogy védett madarak fészkelnek a terület fáin. Emelőkosaras autó segítségével vizsgálta át a fákat a Dunadráva Nemzeti Park természetvédelmi őre Szekszárdon a Szabó Dezső utcában. Itt épülne az orvosi rendelő Európai Uniós pályázatból, amit már 2017-ben megszavazott a képviselőtestület, és három körzet 4700 fős lakosságának a házi orvosi kiszolgálását végeznék. Február 10-én az éjjel Szekszárd tagjaiból álló gazdasági bizottság döntésével kötelezte a polgármestert, hogy írja alá a rendelő kivitelezői szerződését. Mindezek után az ész koncepciót váltott és aláírásgyűjtésbe kezdtek, hogy ne ott épüljön a rendelő, mert védett madarak fészkelnek a terület fáin. Egyeztetést hívtunk össze a Dunadráva Nemzeti Park szakembere, a kormányhivatal illetékese, a kivitelező és természetesen az önkormányzatnak a szakemberei. A Dunadráva Nemzeti Park szakembere egy daruskocsi segítségével alapos terepszemlét tartott, egy konkrét ténymegállapítást hajtott végre. Ez lehet majd az alapja a kormányhivatal határozatának, ami kimondja, hogy kezdődhet-e az építkezés vagy sem. A szakember több helyen is átnézte a növények lombozatát, csak egyetlen madárfészket talált. Teljesen jó. A fészek felépítéséből a szakember megállapította, egy megyvágó költhette ki benne fiókáit, ám már elhanyagolt állapotban van, ami azt mutatja, hogy nem használja a madár.
Az elmondások alapján, illetve a fészek jelleg alapján is azt ki lehet jelenteni, hogy ez egy megyvágónak a fészke. A megyvágó egy védett madarunk egyébként, de mivel üres, most már biztos, hogy lakatlan a fészek. Előtte jó eséllyel lehetett benne költés, de mivel ugye június közepén vagyunk, most már biztos, hogy ennek a költésének vége van, és fészket le is hoztam a fa tetejéről, mivel most már nem minősül költőhelynek. Az énekes madarak egy évadban egy fészket használnak, majd azt elhagyják, és már nem térnek vissza hozzá, de más madarak sem használnák az elhagyott fészket, így az a jövőben oktatási célokat szolgálhat a Nemzeti Parknál. Az önkormányzatnál most arra várnak, hogy a kormányhivatal határozata megérkezzen. Ha ez megvan, várhatóan a kivitelező nekiláthat a munkának. Eddig 20 milliót költött a város az épület tervezésére és felépítésére. Az elmúlt időszakban nyilvános egyeztetést is szervez az Éjjel-Szekszárd frakció képviselőivel, utána több új helyszín is felmerült az ÉSZ részéről ötletként, de a polgármesteri hivatal szerint a méretek miatt ezek egyikén sem megvalósítható a beruházás. A késlekedés a polgármester szerint magában hordozza azt a veszélyt, hogy egyáltalán nem lesz rendelő, a város pedig így elveszti a már elköltött 20 millió felül azt a pénzt is, amit a 80 millió forintos nagyságrendű beruházásra nyert a területfejlesztési operatív programban. Több baleset is történt Tolna megyében a hétvégén. Egy 39 éves férfi szenvedett autóbalesetet Harc és Kölest között egy jobbra ívelő kanyarban letért az útról, átsodródott a bal oldalra, ahol az árokban egy fának csapódott. Az autó a baleset után kigyulladt, a jármű vezetője könnyebben megsérült. Nakon is árokba hajtott egy autós, a kocsi nekiütközött két fagerendákból épített hídelemnek is. A balesetben a sofőr könnyű sérüléseket szenvedett. Tolnán egy segédmotoros sérült meg, amikor vélhetően a nagy sebesség miatt irányíthatatlanná vált a jármű, és egy kandellábernek hajtott. A motort vezető fiú bukósisakot nem viselt, és jogosítványa sem volt. Bűnszövetségben csalt ki pénzt egy testvérpár és az egyikőjük élettársa az interneten emberektől. Apró hirdetéseket adtak fel, a pénzt pedig mindig előre utalva kérték, ám cserébe nem küldtek semmit. Összesen 76 esetet tudtak a rendőrök rájuk bizonyítani. Egy testvérpár és az egyikőjük élettársa vert át az egész országban embereket. Apró hirdetési oldalakon árultak a csalók olyan tárgyakat, amikkel valójában nem is rendelkeztek. Tabletek, horgászfelszerelések, régi diafilmek és gyerekjátékok is szerepeltek a kínálatukban. Sokan be is dőltek nekik. A kapcsolatot a vásárlókkal a hirdetéseket feltevő férfi tartotta, ennek során álneveket használt, illetőleg ideiglenes 10-15 percig élő e-mail címeket hozott létre, ezekkel tartotta a kapcsolatot, ezeken keresztül tartotta a kapcsolatot a sértettekkel. A pénzt előre utalva kérték, cserébe viszont semmit nem küldtek. A csaló banda tagjai Dunaújvárosban élnek, de Tolna megyei áldozataik is voltak, ezért tárgyalják majd itt az ügyüket. A szexuális járási ügyészség 76 rendbeli szabálysértési értékhatárt meg nem haladó kárt okozó bűnszövetségben és üzletszerűen elkövetett csalásvédségével vádolja a három szemét, közülük a hirdető férfit, mint tettest, és a vádott társait pedig, akik a számláikat rendelkezésre bocsátották, mint bűnsegédeket. A csalók közül ketten korábban már voltak büntetve. Az ügyészség most azt kéri a bíróságtól, egyikőjükre börtönbüntetés szabjon ki, a másik két tettes ellen pedig pénzbírság és közérdekű munka kiszabását indítványozza a nyomozóhatóság. Kevesebb a hajléktalan Szekszárdon, mint néhány hónappal ezelőtt, és a rendbontók közül többet elvittek a hatóságok, jelentette ki Gyurkovics János Szekszárd alpolgármestere, a közbiztonsági problémák kezelésén dolgozó munkacsoport vezetője. Nem állnak le a munkával, azt mondják, ha szükséges, tovább szigorítanak a szabályokon. Vértócsa egy szekszárdi panelház előtt. Április végén szúrt nyakon egy hajléktalan férfit egy szintén otthontalan társa. A megszúrt férfi csak a szerencsének köszönhette, hogy nem halt bele a támadásba. Szekszárdon ez volt az egyik legbrutálisabb rendbontás, ami a hajléktalanokhoz köthető, de a kisebb-nagyobb gondok napi szinten jelen vannak a városban. Az üzletvezetők szerint nem ritka, hogy az otthontalan emberek a boltok elé piszkítanak. A hajléktalanok okozta közbiztonsági problémák kezelésére. A szekszárdi önkormányzaton belül májusban külön munkacsoportot állítottak fel. Ebben a közterület felügyelők mellett
mellett rendőrök és szociális munkások is részt vesznek. A munkacsoport első lépésként alkotott egy rendeletet, amiben megtiltották a közterületen való alkoholfogyasztást Szekszárdon. Aki ezt megszegi, szabálysértést követel. Hogy akik a dohánybotok környékén például alkoholt fogyasztanak és zaklatják az embereket, őket mondjuk el lehet vinni ezen rendelet alapján, akár a több ilyen atrocitás is ér valakit, és többször visszatérőként követi el egy hajléktalan mondjuk, vagy bárki más ezt a fajta tevékenységet, akkor a rendőrség el tudja szállítani, és a rendeletre hivatkozó rendelet alapján mondjuk elzárással tudja sújtani, hogyha nem tudja kifizetni a büntetését. Gyurkovics János, Szekszárd alpolgármestere, a munkacsoport vezetője azt mondja, az eddigi intézkedéseikkel egy kicsit visszaszorították az utcán dorbézoló hajléktalanok számát. A rendbontók közül többet a rendőrök vittek el. A pandémia kitörésekor március 15-e, 20-a, 30-a táján volt egy nagyon nagy felfutás, de most egy picit, mintha nyugró pontra helyezkedtek volna a dolgok. Hát két embert kiemeltek már, akik olyan tevékenységet folytattak, hogy úgy viselkedtek, és bízok benne, hogy hatékony összefogással lesz, valamilyen szinten rendezni tudjuk. A város munkacsoportja folyamatosan azon dolgozik, hogy megoldást találjon a hajléktalanok okozta közbiztonsági problémák kezelésére. Meghosszabbította a járdafelújítási kérelmek beadási határidejét a bátaszéki önkormányzat. 2016 óta minden évben pályázhatnak a lakók az ingatlanjuk előtti járdafelújításához szükséges anyagokra, így évente 30-50 lakóingatlan előtt újulhat meg a járda. Az új határidő június 30-a. A bátaszéki önkormányzat fontosnak tartotta már az elmúlt ciklusban is a település járdáinak felújítását. A feladat nem egyszerű, hiszen 30 kilométernyi járdáról van szó. Két úton indultak el. Az egyik, hogy önkormányzati beruházások keretében felújítják a forgalmasabb járdákat. Ezt az önkormányzat gazdasági társasága hajtja végre. A másik út a lakók bevonásával történik. 2016 óta egy lakossági járdaépítési programot is hirdetünk minden esztendőben. Amikor is a képviselőtestület a költségvetés összeállításakor meghatároz egy keretet, jelen esetben 2020-ban ez 1,5 millió forint. Azok a lakók adhatják be kérelmüket, akiknek ingatlana előtt a járdaszakasz legalább 50%-ban megrongálódott. Ezt a városüzemeltetés dolgozói megvizsgálják, és ha valós a probléma, akkor az önkormányzat biztosítja a felújításhoz szükséges anyagokat. A munkálatokat azonban az ingatlan tulajdonosának kell elvégeznie. A keret körülbelül 30-50 ingatlan előtti járdaszakasz felújítására elég, de az önkormányzat igyekszik mindenki kérelmét kedvezően elbírálni. Bízunk benne, hogy többen élnek a lehetőséggel, és akkor megint egy 30-50 ingatlan előtt meg tud újulni a város járdaszakasza. A kérelembenyújtás határidejét a koronavírusra való tekintettel meghosszabbították június 30-ig. A koronavírus járvány visszaszorulásával szabadon látogathatók a természetes vizek mellett lévő strandok és a fürdők is. Az üzemeltetők felhívják a figyelmet, hogy a fertőzés veszély megelőzése érdekében a szabályokat továbbra is be kell tartani. Bonyhádon a strand megnyitásakor nem érték el a megengedett létszámot a fürödni vágyók. A gyerekek számára megváltás volt a bezártság után, hogy a hétvégétől megkezdődik a fürdőszezon a bonyhádi termálfürdőben. Igaz, szigorú szabályok közepette lehetett használatba venni a strandot, de a látogatókat láthatóan jobban érdekelte a napsütés és a kellemes víz, mint a vírus veszély. Azért a bonyhádiak még megfontolták a strandolást, hiszen kiváló idő ellenére a látogatói létszám nem érte el a szigorítási szabályokban előírt maximális 300 főt. Nem jött nagy tömeg. 300 embert engedhetünk be, és szerintem 250 körül jöttek eddig, úgyhogy nincs különösebb gond. Az emberek a távolságot nagyjából megtartják, ahogy én itt figyelem. A fertőtlenítés megy, takarítónő fertőtlenítik korlátokat, úgyhogy remélhetőleg nem lesz semmi probléma. Az eddig megszokott esti programsorozatok idén a vírus veszély miatt elmaradnak majd a bonyhádi strandon, de a víz és napsütés így is kellemes pihenést ígér. Nyitott kapukkal várta a szálkai strand is a látogatókat. A fürdőzés mellett lehetőség van a kempingezésre is, sátorral vagy akár lakókocsival. Pálffy János polgármester elmondta, hogy vannak olyan visszatérő vendégeik, akik 6. éve minden nyáron itt töltenek egy hetet. És bár fizetős a strand, mégis van olyan is, aki Bajáról jön át, mert jobban szereti a szálkai tavat, mint a Sugovicát.
Igyekeznek minden elvárásnak megfelelni, fejleszteni és bővíteni a strand kínálatát. Ki akarjuk bővíteni ezt a szolgáltatást, remélem, hogy már talán jövő héten van itt egy büfékocsi, ahol különböző ételeket lehet majd kapni, ilyen gyors ételeket, csirkecomb, sült krumpli, hasonlóakat, és akkor hát ez a szolgáltatás is meg lesz. A tó vízminősége már 10 éve a kiváló minősítést kapja. Köszönhető ez a természeti adottságoknak, de az ide látogató emberek is vigyáznak a környezetre és a tisztaságra, hogy a következő 10 évben is hasonló maradjon a helyzet. A Dombori strand is fogadhatott volna látogatókat hétfőtől, de az időjárás nem kedvezett a fürdőzésnek. Az elmúlt években az önkormányzat sokat tett a partszakasz komfortosabb átételéért, így nagyobb beruházásokra ebben az esztendőben nem számoltak. A víz 22 fokos, az ANTS jegyzőke szerint a víz kiváló minőségű, ezt fönn van a honlapunkon is, és kiraktuk Domboriban minden strandbejáratnál is, tehát szívesen látjuk a pihenni vágyókat és strandolókat. Természetesen az ANTS, illetve a operatív törzs által előírt védőtávolságot és jegyvédőbe kell tartani. Bár az önkormányzat nem tervezi, hogy ellenőrzéseket végez, arra minden fürdőhelyet igénybe vevőnek számítania kell, hogy a hatóságok rendszeresen kontrollálják majd a vírusfertőzés miatt bevezetett szabályok betartását. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Új aszfaltréteg, épület, kiegészítők, megnyitott a kapuit a felújított Pécsi Kressz Park. Vesszőből szépül a város, közmunkások fonnak egyedi tárgyakat Kadarkúton. Együttműködést kötött Pécs és Kaposvár, meghatározó röplabdabázist akarnak a régióban. Újra megnyitott a kapuit a Pécsi Kressz Park, a gyerekek közlekedési oktatását játékos formában szolgáló intézményt 50 év után újították fel, így új burkolatot, szegélyeket, táblákat kapott a terület. A beruházás még az előző városvezetés idején indult, az átadás pedig a járványügyi helyzet miatt tolódott. Mostantól azonban várják a fiatalokat, kisgyermekes családokat. Kerékpárt választanak a gyerekek édesanyjukkal a Pécsi Kressz Parkban, majd a közlekedési szabályok betartásával kerekeznek körbe a területen péntek délután. Az anyuka azt mondja, tudott arról, hogy itt a park, de most vannak itt először. Mentünk vonattal, és onnan láttuk, hogy de jó, itt van egy park, és így ennyibe is maradt mindig a dolog. Most eljöttünk, kipróbáltuk, és nagyon bejön a gyerekeknek, nagyon tetszik nekik. És jó, hogy tudnak válogatni például a biciklik között, ami ez az a nagylányomnak nagyon tetszik. A nagymama is jött, neki is tetszik a park. Már maga a látvány, amikor idejöttünk, mert még csak hallani hallottunk róla, de úgy látom, hogy az unokáim azok jól érzik magukat, és élvezik a... Meg betartják a szabályokat, itt ez az a fontos. A Kressz Parkot egy egyesület üzemelteti. Az idejövő gyerekek nagyon fontos feladatot végezzenek. Egyrészt megismerkedjenek a Kresszel, és megismerkedjenek a kerékpározás veszélyeivel, vagy felhívjuk a veszélyekre a figyelmüket, és egy zárt területen tudnak kerékpározni biztonságos körülmények között. A parkot 50 éve nem újították fel. Erre most került sor az elmúlt évben. Ez a beruházás, ez a Pécsi Helyi Akciót csoport támogatásával valósulhatott meg. A pécsi önkormányzat mintegy 40 millió forintot nyert el a Kressz Park fejlesztésére és felújítására. Ez történt meg az elmúlt hónapokban. Most már jól láthatjuk, hogy a gyerekek, a fiatalok használatba vehették a megújult parkot, amely fejlesztés magában foglalta az aszfaltburkolatnak a cseréjét. Mintegy 2500 négyzetméteren megújult teljesen az aszfalt, újak lettek a szegélykövek, a felfestések. De a fogadó épületet is felújították, közösségi teret alakítottak ki, ahol kressz oktatást lehet majd tartani. A koronavírus járvány miatt azonban a megújult parkot nem tudták átadni. Most a lazításoknak köszönhetően megnyitott és várja a fiatalokat, kisgyermekes családokat. Vonat, bicikli és kerekeskút után egy újabb fonott alkotás díszíti a Somogy megyei Kadarkút központját. A helyi közmunkások kosárfonó műhelyében 2 hónapos munka után elkészült az újabb látványosság, egy hajó. Az ügyeskező asszonyok igyekeznek minden rendhagyó ötletet megvalósítani, de a hagyományos fonott kosarak, kaspok is népszerűek. Ezt a hajót a lányok 2 hónap alatt megfonták.
nem folyamatosan ezt készítették, de 2 hónapot vett igénybe a komplett kivitelezés. Mutatja Kadarkút legújabb látványosságát Karsai József polgármester. A helyi közmunkások kosárfonú műhelyében 2 mázsaveszőből készült el a hajó. Biztos 100%, hogy földobja Kadarkutat, mert én máshol ilyeneket nem hiszem, hogy láttam. A kisváros központjában több különleges alkotás is található, így kerekeskút, vonatkocsikkal és bicikli. Ezek is mind-mind a kosárfonó műhelyben készültek. Virágkaspor készül, lehúzással, és szoft lesz az oldalán, tehát most a lehúzást csinálom. Ilyen lesz az elkészült munka, mutatta Goda Istvánné. Ő már 6 éve dolgozik a kadarkúti kosárfonó műhelyben. A vesszőket Fadról és Rédicsről vásárolja a település, a mintákat az internetről választják, de egyedi ötleteket is kitalálnak, vagy megvalósítanak. A kadarkúti kosárfonok kreativitásáról és kézügyességéről a műhely mellett bemutatóterem árulkodik. Nagyon sokféle termékünk van, nagy bevásárlókat, tehát felnőtteknek, gyermekbevásárlókat, szennyes tartót, virágkaspokat, lánccal, lánc nélkül, kültéri kosarakat. A kisváros közmunkásai minden évben kedveskednek a helyieknek valamilyen fonott alkotással. Idén ez a hajó. Ám a tervek szerint még ebben az évben egy újabb nagy munkájuk is elkészül. Együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub, az első MCM Diamant Kaposvári Női Röplabda Klub, valamint a Kaposvári Röplabda Akadémia. Az ünnepségen mutatták be az NB1-es Pécsi női csapat új vezetőedzőjét. A cél, hogy a dél-dunántúli régió mind utánpótlás, mind amatőr felnőtt, mind pedig profi felnőtt szinten is az ország meghatározó szereplője legyen. Stabil szervezeti alapot raktak le az utóbbi időben a PEAC röplabda szakosztályánál, jelenleg NB1-es a női csapat. A pénteken aláírt kaposvári együttműködéssel egyrészt az edzők sportszakmai fejlődése erősödhet, másrészt pedig játékos szinten 2 oldalú célt határoztak meg. Az extraligában szereplő kaposvári női röplabda csapatnak is fontos az együttműködés. A PEAC-nak azok a játékosai, akik az amatőr sportolásnál, amatőr verseny sportolásnál magasabb szintű sportolásra vágynak, Kaposváron kibontakoztathatják tehetségüket. Másik oldalról pedig a kaposváriaknak azok a fiatal játékosai, akik tehetségesek, de még figyelemmel arra, hogy extraligás, nagyon magas színvonalú a felnőtt csapatuk, oda nem férnek be, ők tudnak a PEAC röplabda csapatában, az NB1-ben játszani. Egy life program. Életprogramot szeretnénk kínálni a fiatal játékosainknak, amihez a PEAC a legjobb partner. Ez azt jelenti, hogy biztosítjuk számukra a sportolási lehetőséget, de fontos az is, hogy lehetőségük legyen tovább tanulni, valamint majd munkába állni. Ez a sportágak többségében hiányzik, de mi egy életprogramot szeretnénk kínálni a röplabdázóinknak. A Kaposvári Röplabda Akadémián 400 fiatal sportol. Sokan közülük a profi karriert választják, de akadnak olyanok is, akik amatőr szinten szeretnék tovább folytatni a sportolást. Nagyon sok lány is röplabdázik Kaposváron, és azt gondolom, hogy ez az együttműködés mind a két fél számára jó, hiszen a Pécs fiataljai NB1-ben edződhetnek, illetve a kaposvári fiatal tehetségek is, akik pedig az akadémiánk növendékei, azok nyugodtan folytathatják itt a tanulmányaikat, és egyrészt lesz egy diplomájuk, másrészt pedig NB1-ben röplabdázhatnak. Az együttműködési megállapodással egy időben nevezték ki hivatalosan Horváth Alexandrát, a PEAC felnőtt női röplabda csapat vezetőedzőjének. Nem titkolt célunk az, hogy bemaradjunk az NB1-ben. Az én személyes titkolt célom az, hogy elérjük az 5. helyet. Szeretném a fiatal játékosokból kihozni a maximumot, hogy minél több sikert érjünk el. A cél, hogy a dél-dunántúli régió mind utánpótlás, mind amatőr felnőtt, mind pedig profi felnőtt szinten is az ország meghatározó szereplője legyen. És végül nézzük legfontosabb tornamegyei híreinket még egyszer röviden. Megszűnt a látogatási tilalom, továbbra is szigorú szabályokat kell betartani a kórházakban. Üres fészket talált a Nemzeti Park szakértője, a kormányhivatal határozatára várnak a szekszárdi önkormányzatnál. Szigorú szabályok léptek életbe Szekszárdon, több hajléktalant elvittek a hatóságok. Itt a nyár, több strand megnyílt a hétvégén Tolna megyében.
Kedden is a felhőké lesz a főszerep, legfeljebb rövid időszakokra bukkanhat elő a nap. Ebben a térségben reggel és délelőtt tartósabb, de csendes, mérsékelt esőnek van a legtöbb esélye, majd délután várhatóan nem hullik számottevő csapadék. Élénk, olykor erős északi szél fúj majd, késő este majd éjszaka ismét előfordulhatnak szorványosan záporok, sőt az ég is megdörrelhet. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!